Jó napot kívánok, szép napot mindenkinek! A csodálatos bal kéz, ami a bemutatóban segíti a koncertjét, és elég erős, mert három kulcsot el is bír, egy infrásat és két sima imos kulcsot hozott ki nekem ide. Itt van velünk Zoknifej Feri és Peti is, ugye szokás szerint valamit kuksiznak. Már is mutatom, hogy miért nézegettek ők itt előttünk. Először is azért, mert ugye az autó szépen indul, ugye, de ezt mindig bemutatom, ugye ezt én nagyon jól tudom, hogy nem betoljuk őket, hanem ide szépen lassan magától ide jönnek ezek a kocsik. Tehát amit mutatnak itt Feri és Peti, az pedig ott szemben látható, ez az óraállás, az 128.900 km futott Citroën Sara Kombi 1.6 benzinmotorral. Ez nem csak ott mutatja ezt, hanem itt azért egy-két dologról azért felismerhető, hogy ugye az autót azt igazából nem egy elhasznált ugye, darab, egy keveset futott autó. Tükrök és ablakok ugye két oldalra, a tükröket ugye ezt innen középről tudjuk állítgatni, ez a két kis gombocskával, klímás a kocsink, CD rádiós, és van egy ilyen kis mini komputer, ami mutatja nekünk itt, hogy kinyitottam az ajtónkat, amúgy a zenénket is ott lehet ugye látni. Légzsákból legalább 4 darab van, hiszen az üléseknek az oldallapjában is találunk légzsákokat. Ezen kívül ugye nem tudom, hogy mennyire mondottam volna, 2002-es az autó és friss műszakival kínáljuk itt az M3 autóparkban, ugye 109 lóerős benzinmotorral. Ezen kívül, amit meg kéne néznünk, az, hogy ugye előbb mutattam a kormányt, megmutattam az ülést is, szállítható, és nem csak azt mutattam, hanem azt is, hogy szépen rendben tartották, nem egy szakadozott, amúgy nem dohányzós kocsi, aki esetleg nem szereti a cigis kocsit, az bátran jöjjön el hozzánk, meg tudja nézegetni, mert ebbe aztán nem nagyon cigarettáztak. Akkor a csomagtartójába is belenéznék, ha kinyitottam volna, de ezt majd akkor fogom megmutatni, amikor eljönnek ide, mert most ez egy igazán blamás verzió volt itt, hiszen kocsinak nem nyitottam ki a hátsó csomagtartóját. Viszont az elejét már kipattintottam, úgyhogy ez legalább ez pozitív, ezt meg is tudom mutatni rögtön. Persze ha az most sikerült, nagyon ügyes vagyok, és ezen kívül még meg kéne néznünk olyan dolgokat, amik talán fontosak karbantartás ügyileg. Ugye cseréltek a vezérlést rajta 2014-ben, aztán van itt egy olajcsere címkécske 2013. januári, ugye akkor volt benne 103.000 km, nem használták tényleg el, az aksi az új benne, bátran lehet jönni, lehet nézegetni, és akár a csomagtartót is ezzel a kis balkézzel megpróbáljuk még egyszer kinyitni. Köszönöm az érdeklődést, gyertek be hozzánk, nézzétek meg a Citroën Sarankat itt az M3 autóparkban, na viszontlátásra!